itt a lépcső, az egy kicsit könnyebb. Összesen olyan 6-7 szükséges. A Citrom cirkusznak hamarosan beöltöztetjük őket. Magyar Elek, az ínyes mester szabadat kívánok mindenki. A nyereg alatt újított hús és a kanca tej legendája elhalványodott.
vadat, halat, s jó falat, változatot. Némelyek alsóbrendű érzéknek szeretnék minősíteni. Ez bizonyára tévedés. Az evés és ivás életünk fenntartására szükséges. Itten éppen olyan finomságokat lehet találni, mint a színekben vagy a hangokban. És aki ezeknek a finomságoknak a megtalálására és előállítására törekszik, nem lehet barbár. Ki a virágot szereti, meg az esküdéren át a városház téve. Tejföld sokfelé árultak ezen a hosszú útvonalon a soroksárja, rákospalotaiak, budakesziek és máshonnan való, de az én anyám Újvilág utcai, most Szentvejc utcának hívják, lakásunkról nem reselt a fáradtság. Török szagú Máli szépség dolgában is kiállta a versen sok puccos tornyos pesti drámával. A puritán becsület képviselők, akik Savostól veres prúdlizzák az aludtejet, hogy több legyen, és csirícez se volt, mint a mazoké. Nagyszerű, pompás, igazi tejföl volt, az nem kellett attól félni, hogy összefut a tűzre. A tyúklevesről sohasem mondjuk le, valahányszor alkalmunk nyílik megtölteni méjtányérunkat aranyló levével, omlós fehér húsával, és a sok egyéb jó valami benne főtt. Anyásodásra hajló eledeltől. Nem szabad megtörténnie, hogy a jóféle barmfilmus, karfiol, gomba, mi egyéb híg lötjében szégyenkeznénk, mint ahogy annak idején, akkoriban különben éppen leveseiről nevezetes helyen tapasztaltam. Úgy látszik, váratlanul több vendéget kaptak aznap estére, és valamely túlbuzgó és meggondolt, mert felelősséget tudatában levő, sivatását nagyra becsülő szakács, szakásnő és persze háziasszony is soha nem lehet képes ilyen barbár merényben. A tökéletes tyúkleves, mert ilyenről van szó, már akkor is tusszat mellüzést szólt, élet kifejlett szárnyast, amely a több darabra esik pillantásunk, mely a hozzátartozó cifra kakastaraj, különleges és igen finom ízalkat részekkel kecsegtet. Nagyon jó dolog, s mindenképpen csak helyeselhető, ha úgy tapasztaljuk, hogy egy idősebb korosztályhoz tartalmi egy feldaragolt húsos zöld paprika, nem kevés karfiol rózsa, pár szeknő és kocsmagomba, kiskanál paradicsompüré, valamint esetleg még több rendben is párga, azaz a csirág fej várakozik, azonban sem lesz hiány. Konyhai szemlő lédősünket befejezhetjük. Csirkét szokott főzni hivatalában, mint valahol olvastam, az utóbbi évek egyik amerikai postaügyi minisztere. Az amerikai tudósítás azt mondta, hogy igen, hozzátette azt is, hogy a kiváló államférfiú tevékenysége nagyban hozzájárult odakörül a paprikás csirke népszerűsítéséhez. Ez minden esetre örvendetes dolog, de azt hiszem, még sokkal nagyobb lehetne a sikere az ótejföllel, a garuskához szükséges magyar liszttel és magyar mód. Mert kérem, mikor azt látja az ember, hogy itt Pest-Budán is mi is sokszor és sokat védkeznek a magyar konyha ellen, a szomszéd Ausztriában meg már pláne felébe, vagy legjobb esetben negyedébe vágott óriás tyúkokból kocsvasztanak valami álpaprikás csirkét. Bizony láthatatlanban nem nagyon lelkesedhet a külön tiszteletre méltó amerikai postatiszter főszínjelentő. Úgy gondolom, és ebben jó helyről kapott információt is támogatnak, jobban lehet attól tartani, hogy a minisztériumi konyhán is csak ilyenféle utánzat készül, előre megfőtt vagy megsütött baromfiból, és nem csirke kell, feltisztogatva, 8-10 darabra vágva, megmosva és ruhán megszárítva.
hogy azután az elkészítésének egy pár csirkét számítva, így kell folytatódnia. 12-15, hozzáteszünk az előbb félretett májan is. Ezzel még vagy 10 percig pároljuk, ekkor úgy 3 deci elsőrendű sűrű édes tejfölt teszünk bele, ezzel még egyszer felforraljuk, aztán meleg tálon 5 dekaliszthez 3 tojássárgáját, 1 deci édes tejszín, vagy édes tejföld, 3-4 deci vizet fazékban, vizet, és egy csepp sót veszünk. És akkor kezdünk hozzá, mikor már forra fazékban a jól megmosott víz, megsózott víz, és akkor is igen erősen azonnal. Hát, ha mindezeket tudná a miniszter úr, hogy bizony haladéktalanul meg kellene választani tiszteletbeli magyar éhes mesternek, de ha nem tudja is mind valamennyit, megérdemli, hogy módján. Sem nagyon lágy, tészta legyen belőle. Egy kiló burgonyához számítsunk egy tojást, tiónyi zsiradékot és 20-25 dekalisztet. Az összegyújt tésztát vékonyra nyújtjuk, 2, legfeljebb 3 mm-re kockára mágjuk, és mindegyik kockára egy-egy jó érett szilvát teszünk. Lehet a főztünk, avagy csak olyan másodra. Hogy a tökéletesség felé haladhassunk, hosszú, magabáló, berzencei szilvára van szükségünk, mégpedig jó éretre, hibátlan, féregmentes gyümölcsünk van, mert úgy szebb lesz a gombócok alakja is, melyeket a meglisztezett tenyérrel gömbölyítünk a tészta négyszögekből, és a rájuk helyezett szilva szemekből. Fáradozásunk eredményét a finom, kívánatos, ízes és könnyű szilvás gombóc. Én azt látom, hogy nem tudunk még kikötni, úgyhogy a desszert után most nára való azonnal adják be, a sütést pedig abban elhagyják, mert biztos, hogy sürgősen szükség lesz újabb szállítmányra. A ne talán hűvös előszobán kell keresztül hozzá.
Köszönöm, hogy megtaláltad.